önmagad, ez a Sztori Gálának a mai mottója. De miért vagyunk itt? A legtöbb pletyka csupán álcázott irigység, az őszintesség pedig áttörhetetlen páncél. Ezt az őszinteséget szeretné a Sztori magazin díjazni a mai estén. Jöjjön az első kategória, ami nem más, mint a zöld csillag. Udvaros Dorottya! A díjat Pácsonyi Daniella, a Centrál Média Csoport kreatív és kommunikációs igazgatója adja át. Az én számomra ez evidencia, hogy valahogy próbáljuk meg azt a lábnyomot, amit hagyunk magunk után a bolygón, azt próbáljuk meg akkorára szűkíteni, ami nem fáj a bolygónak. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ez a díj egyáltalán létrejött, hogy ezt kitaláltátok, és végtelenül hálás és boldog vagyok, hogy ezt én kaphattam meg. Nagyon szépen köszönöm. ...2024-ben a Fiatal Csillag kategória nyertese. Lovas Rozi, Horváth János Antal a férje, aki átveszi a díjat. Lipták Tíme, a Centrál Média Csoport női digitális és magazin üzletág igazgatója adja át. Hogy történjen meg, hogy a Rozi lássa, hogy ez megtörtént. Tehát tudja rajtad keresni. Hát természetesen nagyon-nagyon jól esik. És tényleg sokat elmélkedem rajta mostanában, hogy mi az igazi visszajelzés egyébként, vagy mi az, amiből az ember meríteni tud, be tud építeni, ami igazán számít, amitől függővé teszi magát picit, és valahogy oda jutok, hogy a közönség az mindig az egy és adekvált és objektív visszajelző közeg, és hát végülis értük történik az egész, az én egész munkásságom, úgyhogy talán a legfontosabb visszajelzés. ...2024-ben az olvasók szavazatai alapján az igaz csillag kategória nyertesei Tápai Szabina és Kucsera Gábor. A díjat Vági Róbert, a Centrál Média Csoport vezérigazgató helyettese adja át. Tényleg nagyon szépen köszönjük a díjat. Azt gondolom, szerintem most voltunk először valahol is így jelölve, és nyertünk díjat így a médiában, így 20 év után, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönjük. És azt gondolom, hogy nagy öröm számunkra, inkább, hogy tényleg, hogy egy ilyen díjat vehettünk át, és azt gondolom, hogy azokat a nehézségeket, amiken mi végmentünk, átmentünk, azokat meg tudtuk osztani az emberekkel őszintén, átadva egy kicsit, hogy esetleg tudunk ebben példát mutatni, vagy hogy tanítani tudjunk másokat. Azt gondolom, hogyha én lettem volna az az olvasó, akinek szavazni kell, ez az egyik legnehezebb választás. Hogy válasszon az ember dinasztiák között? Hogy válassza ki azt, aki számára a legkedvesebb, és hogy mondjon le a másik kettőről? Mégis megtörtént ez a választás, és engedjétek meg, hogy elmondjam, hogy 2024-ben az örök csillag kategória győztese a Szinetár család. A díjat Szinetár Dóra veszi át. Kovács Mónikától, a Centrál Média Csoport magazin divízió igazgatójától. Kérem, adja át a díjat. Az csodálatos, amikor az én 7 éves kisfiam a 92 éves nagyapjával ilyen napi szinten találkozik. És
nem könnyű, tényleg nagyon sok minden nem volt könnyű, de sokkal jobb így, hogy mi összetartozunk. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok rá, hogy ennek a családnak vagyok a, hát most már messze nem legkisebb tagja, és nagyon köszönöm, hogy rám gondoltak. ...2024-ben a címlapcsillag kategória győztes párja. Ernyei Béla és dr. Balaton Dóra. De Béla, de föl kell állni, át kell venni a díjat, méghozzá Takács Gabriellától, aki a Story magazin főszerkesztője. Ott van mögötted, Béla. A díj. Kaptam német, kaptam osztrák díjat, de ez az első magyar díjam. Akár hiszitek, akár nem. Akkor most odaadnám a feleségemnek, hát ahogy ő magát tud mondani. Tehát szeretnék gratulálni a férjemnek, aki megkapta az első magyar díjat, és rögtön azt is el kell feleznie velem, mert ugye a felét én kaptam. Házasságban él az ember, ez így szokott lenni. Köszönjük szépen, és főleg köszönjük az olvasóknak! Köszönjük! Gratulálunk! A Story 2024-ben életműdíjjal szeretném megköszönni egy kivételes szakember munkásságát. A Story életműdíjat kapja Vitrai Tamás! A díjat Varga Zoltán adja át, a Centrál Média Csoport tulajdonos vezérigazgatója. Meg vagyok szeppenve, ez az igazság. Tényleg maguktól, tőletek. De most, hogy ilyen szeretetteljes volt a fogadtatás, őszintén szóval kissé megnyugodtam. Talán mégis hagyok magam után valami nyomot. Pedig ez az egész, amit én műveltem, ez veletek együtt lehet életmű, mert enélkül én egyedül ezt végigcsináltam volna. De hát akkor mi a teljesítmény? Énekelni már nem kezdek, zenélni nem tudok, úgyhogy csak a hálámat tudom kifejezni. És itt mostan élő szóban mondhatom el, hogy mindenkit, aki itt úgy szeretek, mert másként nem lehetett volna. Köszönöm.